Itt a híradó, köszöntöm Önöket! Pápán jártak a Balatonfüredi Értéktárbizottság tagjai. A vendégek megtekintették Kántor László ipartörténeti gyűjteményét, ellátogattak az Eszterházi kastélyba és a Kékfestő Múzeumba is. A program részeként a Városházán dr. Herman István tartott prezentációt a pápai értéktár elemeiről. A Pápai Értéktárbizottság tagjai tavaly jártak Balatonfüreden, ezt a látogatást viszonozták most a fürediek. A tapasztalatcsere már csak azért is fontos, mondták, mert a két város fel tud mutatni hasonló értékeket. Nagyon jó, amikor kicseréljük a véleményünket, a tapasztalatokat, problémákat, és tanultunk is egymástól. Mind a két település, Füred is, Pápa is nagy hagyományú, kulturális gyökerekkel rendelkezik. Nyilván elsősorban e felé mennek el a városi értékeink. A pápai értéktár elemeiről dr. Herman István bizottsági elnök tartott prezentációt. Jelenleg 20 eleme van a pápai értéktárnak. Az első volt a Vadvirág Néptánc Együttes, jelenleg utolsó a sorban Petőfi Sándor költővé érésének pápai motívumai és dokumentumai. Ez szeptemberben került fel. Dr. Herman István hangsúlyozta, jó lenne, ha minél több ajánlás érkezne a város lakosaitól az értéktárba, mely folyamatosan bővül. Most ilyenek vannak például földobva: a pápai kockakő, a pápai közlék, a pápai lovas hagyományok, a pápai huszárok, a pápai végvár, legutóbb fölmerült a pápai reptér, nyilvánvalóan a 41-es építéstől a C-17-esekig, tehát bőven van még olyan érték, amivel lehetne foglalkozni. Dr. Herman István elmondta azt is, hogy a megyei értéktárba 7 pápai értéket javasoltak, ezek közül csupán egyet fogadtak el, az országos ismertségű Kékfestő Múzeumot. 3 elutasítottak, köztük a Söprik a Pápai utcát című dalt, 3 pedig összevonásra, átdolgozásra javasoltak. A pápaiak most arra kérték a megyei értéktár bizottságot, hogy indokolják javaslataikat és az elutasításokat. Újra karácsonyi mosolydobozgyűjtő akciót szervez az MSZP helyi szervezete. A programban elsősorban tartós élelmiszereket, játékokat, gyermekruhákat, könyvet, édességet várnak, amit aztán eljuttatnak a nehéz sorsú családok gyermekeinek, mondta el ma Gröber Attila sajtótájékoztatóján. Az MSZP helyi elnöke beszélt a szolidaritás jelentőségéről és elmondta, november 21 és december 16 között várják a dobozokat az MSZP helyi irodájába hétköznap 9 és 12 óra között. A könyvekben minden benne van. Ez a Janikovszky Éva idézet volt a katolikus iskola idei szövegértési versenyének mottója. Nem véletlen, hisz a jó szövegértés alapfeltétele az olvasás szeretete. A megmérettetésre a megye számos településéről és a város minden általános iskolájából érkeztek diákok. A Szent István Római Katolikus Általános Iskola 7. alkalommal szervezte meg szövegértési versenyét a 4., 5. és 6. osztályosok számára. 37 diák vett részt a megmérettetésen. A 4. osztályosok 2 szöveget kaptak, Tézeusz és Ariadné történetére vonatkozó kérdésekre kellett válaszolniuk, s volt egy térképes feladat is. Az 5. és 6. osztályosok ugyanazt a 2 szöveget dolgozták fel, de a zsűri tagjai külön értékelték az évfolyamokat. Mi mindig aktualizálunk. Mivel egyháziskola vagyunk, ezért az egyik szövegünk Szent Márton egyik legendáját dolgozza fel, a másik pedig a gyermek- és ifjúságirodalom nagy-nagy alakjáról szól, Janikovszky Éváról, aki most áprilisban töltötte volna be a 92. életévét. A diákok sokat gyakoroltak a versenyre, hasznos tanácsokat kaptak tanáraiktól, mondták. Pontosan dolgozzunk, figyeljünk oda a kérdésekre, olvassuk el, hogy mit kell csinálni, és hogy elemezzük ki a szöveget. A feladat sorban szerepelt többek közt feleletválasztós teszt, kiegészítések, kérdésre válaszadás és rövid fogalmazás is. A zsűri elnöke, dr. Hodászíné Pingicer Andrea, a Tűr István Gimnázium tanára volt. A feladatlapokat a felkészítő tanárok javították. A 4. évfolyamon Szilágyi Barnabás, a Veszprémi Padányi Katolikus Iskola diákja lett az első, az 5. a Vörösös Tálos Ella, a 6. pedig a szintén padányis Zsibrita Emese végzett az első helyen.
Nóta délutánon vettek részt tegnap a Szegfű Klub tagjai. A főleg nyugdíjasokból álló társaság Németh Zoltán néműsorát hallgathatta meg. Az énekes nótákat, örökzöldeket és lágereket is énekelt. A műsor előtt a klubvezető a Katalinokat és az Erzsébeteket köszöntötte névnapjuk alkalmából. Minden évben szervez születés- és névnapi köszöntéseket a Szegfű Klub. A helyi civil szervezet ezúttal Erzsébet és Katalin napja és a közelgő születésnapok alkalmából hívta találkozóra tagjait. A hangulatról Németh Zoltánné gondoskodott. Visszatérő vendégünk, ő is, mint sokan mások. Hát most már többször van, már úgy veszük, hogy szinte klubtagunk. Egyrészt örökzöldalmok, mást és saját szerzeményeit is, és hát nótákból összeállított kis csokrot fog nekünk előadni. Az ismert dallamok között olyanokat hallhatott a közönség, mint az Azért vannak a jó barátok, a Homokóra vagy a Gyöngéden ül eljárt című dal. A klubtagok együtt énekeltek az előadóval. A Szegfű Klub az idejében még több eseményt szervez, tudtuk meg Tálos Lászlótól. Két programunk van még ebbe az évbe. December 3-án ugyanitt a klubba fogjuk megtartani a hagyományos télapó vagy Mikulás ünnepségünket, és 29-én pedig az úgynevezett karácsony köszöntő évzáró és új év köszöntő rendezvényünket. Hát reméljük, hogy ott is sikerül szép programokat összehozni. Az elnök elmondta még, örül annak, hogy a klub tagjai egyre aktívabbak. Programjaikon mindig szép számban vannak jelen. Író-olvasó találkozóra invitálták az érdeklődőket a Jókai Murvárosi könyvtárba. A vendég Patak Mária volt, aki fordítóként dolgozott és dolgozik ma is, de diákkora óta ír is. Eleinte novellákat vetett papírra, de ezúttal első regényéről, az alkotás folyamatáról mesélt hallgatóságának. Beszélgetőtársa Huszár János volt. Dr. Duga Erika köszöntötte az érdeklődőket, és ő is mutatta be a vendéget, Patak Márta író műfordítót, aki osztálytársa volt. Patak Márta diákként verseket írt, később olasz és spanyol nyelvről fordított, 15 éve publikál novellákat. Prózaírónál a novella okvetlenül egy idő után hívja a regényt, hogy miért, ezt én nem tudom, de majdnem mindenki így jár, az a tapasztalatom, aki novellával kezd. Ön is így járt? Igen, volt egy novella egyszer, ami véget ért, és akkor ott kezdődött ez a regény. 1941-44, Bácska. Az egyik főszereplő nagyapjának sorsa elevenedik meg a Test mindent tud című regény lapjain, melyhez kapcsolódóan a szerző nagyon örült, hogy Huszár János a beszélgető partnere. Ő ott volt az egyik gépen, amelyik 1941. április 12-én indult a Ferenc csatorna hídjához, sejtőernyővel ledobták őket, és ez a regényben benne van. A regény nem könnyű olvasmány, ezt az író is elismerte, de mint mondta, soha nem választotta az egyszerűbb megoldásokat. A történelem iránt érdeklődőknek azonban jó szívvel ajánlja történetét. Vasárnap 16 órától kerékpáros emléktúrára várja az érdeklődőket a Pápai Rendőrkapitányság a közlekedési balesetek áldozatainak emléknapján. A túra a Peruc stadiontól indul és a külső Veszprémi útig tart, ahonnan az alsóvárosi temetőbe tekernek a résztvevők, hogy a Mindenki keresztjénél emlékezzenek a balesetekben elhunytakra. A túra előtt 15 óra 30 perctől a stadionnál a határvadászszolgálat iránt érdeklődőket is várja a kapitányság. Ezek a felvételek egy évvel ezelőtt készültek. A Pápai Rendőrkapitányság akkor szervezett először kerékpáros emléktúrát a közúti balesetek áldozatainak emléknapján. Az idei évben november 20-ára esik a közúti balesetek áldozatainak emléknapja, és a tavalyi, mondhatom azt, hogy nagy sikerű kerékpáros emléktúránkat az idei évben megkívánjuk szervezni, így kívánunk tisztelegni a közúti balesetben elhunytak emléke előtt. A túrán működő világító berendezéssel rendelkező kerékpárral lehet részt venni. A Peruc stadion elől indulunk 4 órakor, ekkor már kezd sötétedni, tehát mindenkinek majd bekapcsolt világítással kell elindítani, és azt is szeretnénk, hogyha akik érkeznek, láthatósági mellé viseljenek, és a példamutatás kedvéért esetleg kerékpáros bukósisakot is hozzanak magukkal.
A résztvevők a Perutz stadiontól a Nagyváradi Dózsa-Veszprémi úton átkerekeznek a külső Veszprémi úti pihenőhöz. Itt meleg teával kívánunk kedveskedni a megjelenteknek, és tervezünk egy sorsolást is, mert aki eljön, ők közöttük egy ajándékcsomagot szeretnénk kisorsolni, és most az alsóvárosi temetőt tűztük ki célul, a Mindenki Keresztjénél szeretnénk a történelmi egyházak képviselőinek jelenlétében megemlékezni az áldozatokról, és gyertyát gyújtani. A túrának nem csak az emlékezés a célja, hanem a figyelemfelhívás is. Ősszel-télen, amikor korábban sötétedik, akkor a kerékpárosok világítsák ki a járművüket, és helyezzék el a járművükön azokat a kötelező tartozékokat, amelyek szintén a láthatóságukat segítik, tehát az első keréken a két borostyán-sárga színű prizmát, előre egy fehér, hátra egy piros színű prizmát, illetve az is nagyon fontos, hogy nagyon jól fogó fékeink legyenek, és hát legyen csengő is a járművünkön, ha már a jogszabály ezt kötelezővé teszi. A kerékpáros bukósisak és a láthatósági mellény népszerűsítése is célja a túrának, hiszen ezek életmentő kiegészítők lehetnek, mondta el az alezredes. A hétvégén enyhe idő vár ránk, jöjjön az időjárás jelentés. Szombaton a keleti-délkeleti tájakon lehet szárazabb, naposabb idő, másút erősen felhős marad az ég. Estig nyugaton, északnyugaton, estétől a Dunántúlon számíthatunk többfelé esőre, záporra. A többfelé szeles időben 9-16 fokot mérhetünk. Vasárnap eleinte még a Dunántúlon és a középső tájakon lehet gyenge eső. Napközben változóan felhős lesz az ég, keleten-délkeleten süthet ki a nap. A déli-délkeleti szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, jövő héten is tartsanak velünk a híradóval. Mi várjuk Önöket, viszontlátásra!